Takže nebudem ťahať otváranie výstav, akože otváranie podujatia, alebo pokračovaním v podujatí. Asi niektorí čakajú, aby hovorí odišli a mohli prísť pozrieť výstavu. Ja napokon šoko aj húzni a megnitón a kazalindí tal šat, mivel valószínűleg sokan arra várnak, hogy lemenjenek a beszédek, és azért nem érkeztek meg. Másik dolog az, hogy ebbe az évben is mostanra esett a hoki világbajnokság, úgy látszik a Múzeumszövetségnek elég gyenge lobbia a sportszövetséggel szemben, hogy összeszervezik ezt a két rendezvényt. A v tomto roku vyšlo tak, že majstrovstvá sveta v hokeji sa odohrávajú práve aj dnes. Dneska sú zápasy, takže vidím, zdá sa, že ako zväz múzeí nemá dosť silný vplyv na zväz športovcov, takže nevedeli to vyriešiť, aby neboli naraz tie dva podujatia. Dole sme vo vlastivednom múzeu sme otvorili výstavu Kamila Juraška pod názvom Krajiny sveta a teraz sme prišli na ďalší vernisáž, na vernisáž výstavy z príležitosti narodenia slávneho maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petroviča alebo Sándora, neskôršie Sándora Petőfiho. Teraz má 200. výročie jeho narodenia. Takže kvôli tomu sme sa zapojili do reťazca výstavy, ktorú zorganizoval alebo inicioval Múzeum v Sečanoch. A on vymyslel to, že akože riaditeľ múzea vymyslel, že by sme spravili reťazec výstavy, takže v piatich múzeách v Gemeri a Novohrade sme otvárali výstavu ohľadom Petőfiho. A samozrejme, každý z tých múzeí sa spomenul aj návštevu v daných lokalitách. Igazából len nyitottunk egy kiállítási időszaki kiállítás Kamil Jureseknek, egy kortárs képzőművésznek a kiállítását, a Fény világai címmel, és most átérkeztünk a Bevektorival, hogy másik kiállítás nyílik, a Petőfi 200. születésének 200. évfordulójához kapcsolódva. Ez egy kiállítás láncolat részeként valósul meg, és az ötlet az a Széchenyi múzeumigazgatótól származik, őt találta ki azt, hogy 5 Nógrád és Gömöri múzeumban nyissunk egyszerre, egymásra kapcsolódva egy tálatot Petőfivel kapcsolatban, és az volt az elképzelés, hogy ne ugyanaz a tálat nyíljon meg mindegyik helyen, hanem mindegyiknek a most legyen a tematikája. Így Losoncon, Rimaszombatban, Balassagyarmaton és Széchenyben is nyílt Petőfivel kapcsolatos kiállítás. Mi tematikailag, mivel egy szlovák származású költőről van szó, egy tisztán szlovák családban született költőről van szó, a tematikai egységünk az a Petőfi szlovákságával foglalkozik, viszonyával a magához, a származásához, a szlovák köztudatban betöltött szerepéhez és hasonló témákhoz. Természetesen nem lehet elkerülni azt a tényt, hogy Petőfi Füleken is járt 1845-ben, úgyhogy ezekre az információkra is kitér a kiállítás. Nem csak, hogy Füleken volt, hanem le is fikázta fülekieket. Egyrészt ezt írja, amikor Fülekre látogatott, hogy Locsontra menvén Vargedéről az út Füleken víz keresztül, hossz íte romokban fekszik az egykor nevezetes var. Természetes, hogy összejártam, de kimondhatatlan harag fogott el, midőn láttam, hogy a romokat lehordják az utcaikat tölteni, hogy amelyik köveken őseink szentvére szarad, azokon most tapodjanak. Fülek sokáig volt török kezében, sokáig volt a török kezében, ha naponként abból a borból kellett volna inniuk, melyet én itt a kocsmában ittam, fogadom, 100 évvel előbb szabadult volna meg tőlük Fülek. Igazából nem volt tisztább az információkkal, nem tudta, hogy Füleken a törökök csak 40 évig voltak, hogy igazából ha 100 évvel megszabadultak volna, hamarabb akkor ide se értek volna törökök, de lehet, hogy ez a történelmi szempontjából kifizetődő lett volna. Reťazec výstavy sa otvára v piatich múzeách, ako som už spomínal, v Lučenci, v Rimavskej Sobote, v Valašských Jarmotách a v Sečanoch a piate miesto je vo Filakove. Každá výstava má svoju tematiku. Naša tematika sa zaoberá s Petőfim v kontexte Slovákov. Ako som spomínal, sa narodil do slovenskej rodiny. A kvôli tomu sme vybrali túto tému. Ale nemôžeme obísť, že Petőfi navštívil aj Filakovo a nepísal veľmi pekné veci o Filakove.
napísal to, že cesta z Hodejova do Hločenca vedie cez Filakovo, kde kedysi slávny hrad leží takmer v ruinách. Samozrejme, že som ho pochodil. Zmocnil sa ma nezvýslovný hnev, keď som videl, že zo zrúcaním dláždia ulice a že šliapú po kameňoch, na ktorých schne svetá krv našich predkov. Filakovo bolo dlho v tureckých rukách. Keby oni museli Turci každý deň piť z toho vína, ktoré som pil v tulajšej krčme, sadím sa, že o 100 rokov skôr by sa bolo Filakovo od nich oslobodilo. Takže dúfame, že keby navštívil dneska Petrifi Filakovo, tak mal by iný názor a vedel, že prišiel do akého rozkvitujúceho mesta. A kialitas igazából különböző interaktív tartalmakkal van megtartítva, úgyhogy nem csak azt szeretik volna bemutatni, hogy milyen viszonya a szlovaksághoz és a füleki látogatáshoz, hanem azt is be akartuk bizonyítani, hogy igazából Petőfi volt a saját korának a celebje, és nagyon nagy hatással volt a későbbi korokra is, úgyhogy a kialításon megtekinthető különböző kortárs művészeti alkotások, amik az underground művészvilágnak a jeles képviselőitől vannak másolatként szerepeltetve, úgyhogy, és pár olyan alkotás is van, hogy megnézhetjük, hogy például a popkultúrában milyen hatással volt Petőfi Sándor a jelenlegi popkultúrára. Ezen kívül a kialítás részeként kicsit kitérünk arra a fotóra, vagy fényképre, fotográfiára, ami Petőfiről készült, ez egy daguerrotípia. Ez volt az első fotográfia eljárás, amivel rögzíteni tudtak a fényképet. Korábban ismerték a kamera obscurát, de még nem tudtak rögzíteni. Daguerre volt a föltalálója ennek a találmánynak, úgyhogy a kialításon elkészítettünk egy másolatot, egy gyrok fényképezőgépnek a másolatát, és ha az emberek bebújnak a fényképezőgép leple alá, akkor megláthatják, hogy a fotográfus, aki fényképezte Petőfit, Egressy Gábor feltehetően, ő volt a fotográfus, egy magyar színész, hogy mit láthatott, amikor a fénykép készült. Takže okrem toho, že predstavíme Petőfi v kontexte Slovákov a návštevu vo Filakove, chceli sme poukázať aj na to, že Petőfi bol celebrita, ako celebritou vo svojom veku, alebo vo svojom období. A jednak, že aký vplyv mal aj na súčasné umenie, takže máme tam diela od maďarských súčasných umelcov, alternatívnych umelcov, a niektoré také obrazy, ktoré poukazujú na to, že aký vplyv mal aj na populárnu kultúru. Okrem toho musíme spomenúť, že o Petőfiho vyrobili aj daguerrotípiu, takže vystavili sme aj kópiu fotoaparátu, gyrok fotoaparátu, ako bola tá fotografia vyrobená, takže ak sa schováme pod plachtu fotoaparátu, tak uvidíme, čo mohol vidieť autor tej fotografie a uvidíme samotného Petőfiho. Autorom fotografie bol pravdepodobne Gábor Egressy. Ani neťahám ďalej podujatie a otváranie. Spomenul by som ešte pár informácií. Po vernisáži a potom, ako ste popozerali výstavu, nasleduje tu divadelné predstavenie pre deti v slovenskom jazyku od divadla Zábavka o 8. Paralelne s tým bude mať Kamil Jurašek, autor výstavy súčasné umenia vo Vlastivednom múzeu, aj prednášku o svojej technike a o samotnom umení. To bude v kazamate Dolného hradu. Potom o 9. nám zahrá miestna bluesrocková kapela Poker Band a o 10. nasleduje ohňová show, tiež tuto vzadu pod stromčekom. Még pár információt a rendezvényel kapcsolatban. Igazából, miután megtekintettük a kialitást, 8 órától kezdődik a Zábavka színháznak az előadása, itt a Fálat, ez gyerek előadás lesz. Ezzel párhuzamosan Jurášek Kamilnak a képeivel kapcsolatban lesz egy előadása a Füleki Várnak, az Alsó Várnak a kazamatájában. Majd 9 órától a helyi bluesrock zenekar a Pókerben fog nekünk játszani.
és 10 órától pedig egy tűzsóval zárjuk a rendezvényt. A rendezvény egész ide alatt lehet járkani a VAR-ban, és még egy nagyon fontos információ, hogy a VAR bejáratánál van kofola, sör és par rakcsálni való, hogy harapni való, úgyhogy oda is le lehet látogatni. Ez csak valami dôležitá információ, že máme bufet tuto tri vstupné baráni pod hradom, takže dá sa tam nakúpiť kofolu, pivo a ešte nejaké také na pod zuby. Takže teraz by som vás poprosil, že poďme do Bebekovej veže a pozrieme výstavu. Čiže mindenkit megkérek, hogy fáradjon a Bebektoronybe, és nézzük meg a kiállítást. Skúsim ešte raz, je to krátke. Nezľaknite, začnem to takou zvučkou, tak na nás. Po prvnú sobotu otvorili vo výstavnej sieni na skvelé oddelenia kultúry výstavu mladého brežovského výtvarníka Kamila Gražda. Jeho kolekcia diel obsahuje ako obrazy
situácie, ktorých spoločným leitmotívom je symbolický odkaz zastierania ľudského zla pozitívnym myslením. Kamil Jurašek patrí k mladej generácii slovenských výtvarníkov, ktorý výtvarné vzdelanie dosiahol na Akadémii v Banskej Bystrici, no v súčasnosti žije a tvorí v Prešove. Aktuálnou výstavou Bardiove otvára tretiu desiatku svojich samostatných výstav, no za sebou má aj množstvo kolektívnych výstav doma i v zahraničí a okrem výtvarného umenia sa venuje aj reštaurátorstvu a grafickému dizajnu. Jeho aktuálny cyklus rovnomenný s výstavou má názov Čierne diery. O čom povedá? Snažím sa ukázať na pozadí tých čiernych dier tie nevaľmi pozitívne veci, čo sa dejú okolo nás, na uvedomenie si týchto myšlienok a súvislosti a na kontrast k tým čiernym dieram a na povzbudenie som pripravil aj ďalší cyklus s názvom Pohľad na svet, kde vkladám také pozitívne myšlienky, ktoré by mali ľudí trošku obohatiť a dať im trošku viac sily bojovať proti tomu zlu dobrom. Kamil Jurašek stavia do kontrastu s tmavšími životmi tému svetla, na ktorého vizualizáciu využíva fosforovú farbu. Fosforové obrazy osobitne zaujali aj návštevníkov výstavy. Ja mám rada ten cyklus pohľady. Pohľady sú zaujímavé tie obrazy aj tým, že svietia Sú bežne stiklami čierne diery a pohľady na svet, ktoré vznikali od roku 2005, Kamil Jurašek vytvoril aj reliefný cyklus Autoportrét. V inštalácii Vývoj človeka kladie tiež morálny apel na odstránenie egoizmu človeka a prílišného racionálneho uvažovania, keď sa srdce človeka čoraz častejšie mení na rozum, aj keď by to malo byť práve naopak. Trošku sa viac orientovať na to, čo nám hovorí srdce a podľa toho sa riadiť. Ak sa chcete posilniť hlbokými myšlienkami Juraškovej tvorby, navštívte výstavu Sieť mestského oddelenia kultúry do 8. marca. Môžete prísť potom bližšie pozrieť? Nie. Tu je aniel, tu sú nejaké mesiac, tu sú nejaké vtáky. Örömmel tölt el minket, hogy itt lehetünk, és minket hívtak meg erre az minden évben megrendezett szuper eseményre. A színpadon a póker, és ha mindenki kész van, akkor mi is kezdünk. Az ablakhoz én is odaférjek, vesztelem vállathoz érjen a vállam, engedd, hogy megkívánjam, engedd, hogy érezzem, hogy szabadabban lélegzem, és ha éhes vagyok és fáradt, magam fajta többet, mit kívánhat. Kínomban a színpadon, fejem a lábam köszülök a nyakamon. Homokkal teli a szám, szép vagyok, mosolyog rám. Thank you.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát lehet közelebb is jönni nyugodtan, nem kell tőlünk félni. Valahogy messze vagyunk egymástól. Aki esetleg na, hölgyeim és uraim, a pókertőn nem megszakadt program. Dvacadvanyi Miloslav Zsbirka. Oh,
Köszönjük szépen, gyakorlom, pekne. 22 dní to bolo Milosa Žbírka. A ideme ďalej. Line Eyes. Eagles. Yeah.
Köszönjük szépen! Lines, ez volt az Eagles. Hölgyeim és uraim! Tetszik, amit eddig hallottak? Igen? Biztos? Akkor jó. Tehát, folytassuk tovább. Megint a szabad a Zsaznyi, és ez is a Zsbirka. Ilyen is volt. Póker Zsaznyi Zsbirka.
Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen, ez volt a Zsasnyi és a Miroslav Zsbirka, aki szegény, ő is fentről néz minket. Úgyhogy az ő tiszteletére is játszottuk ezt a dalt. És a rendezőség kérésére? Na, következő dal pedig Megalavágy és a Kartágó, vagyis Takács Tamás Dirty Blues Band. Megöl a vágy, hogy velem tölts az éjszakát.
Köszönjük szépen! Bye.
következik most. Kitalálja el. Ismerik mindenki? Engedjétek meg, hogy mindenkit üdvözöljek, aki el szokott jönni a pókerbulikra, és természetesen azokat is, akik még nem voltak, és azokat is, akik csak ritkán jönnek el egy pókerzenekar koncertre. Tehát ismerős arcok itt van. Agócs, nagyon szeretjük őt, mert mindig tényleg itt van. Itt van a srác a Daxner utcából, nem tudom a neved, de te mindig itt vagy, köszi szépen, hogy eljöttél. És természetesen Ferike is itt van Ragyoszról. Sőt, itt van nekünk a másik zenekarunkból, az akkor zenekarunkból az énekes, Péter pedig segít itt nekünk a technikánál, és aki még nem vette volna észre, nekünk van egy új zongoristánk, mivel hogy Csulák Péter azt mondta, hogy ő felmond, mert ő neki ne kevés a pénz. nem hülyeskedek. Nem volt neki idő, úgyhogy nagyon jó jártunk, itt van egy fiatal, friss vér, a lányoknak mondom. Fajd Adrián Bénáról, és higgyétek el, hogy nagyon jól csinálja, amit csinál. Tehát köszönjük szépen mindenkinek, aki itt van, és aki eljött, és nyugodtan jöhettek közelebb, még egyszer mondom. Szerintem jobb lesz a buli, ha mindenki közelebb jön. Sokat már nem fogunk zenélni, mert azt hiszem, hogy egy óra hosszabb beszéltek, úgyhogy nem tudom. De nyugodtan nyertek, mert a buli csak úgy jó, ha közel vagytok, és természetesen hideg van. Ha mindenki beleherít nekünk itt az előtért, akkor melegünk lesz. Köszönjük szépen Simli Show és a P-Mobil! Mondd mi
rád. Elhagyom a várost és az Edda. Újra csend, a sárga hol álmos.
város, ahol élek. Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatok. Hülye volna, holnap indulok. Elhagyom a városba, nem fogad magába. És erről szólt a dal. Hölgyeim és uraim, ez a blues! Köszönjük szépen! Hát ez gyönyörű környezet, hölgyeim és uraim, figyelem, ott is vannak fent emberek, itt is voltak fent, igen, itt is vannak fent emberek, hát ez gyönyörű. Van egy buktatója neki, hogy ezt a cuccot ide felhordani, hát ez egy katasztrófa volt. Mi vagyunk az a zenekar, akinek soha nem lesz olyan sok ember, aki felhordja a cuccot. Na de ezért vagyunk, milyenek. Szívből, igen. Kiadtuk a lelkünket. De egyszer még gondolj rám.
megérint, megéget a zár, szívembe téged. Születnek újabb, és te messze jársz.
szól a partot él. Hívettem el, fekete minden, legyen az álmom szép szóló. Az utolsó oldozás. Hidegen álnyak a színpadon, folyik a show tovább. Csillagok hullnak, születnek újabb, és te messze jársz. Hölgyeim és uraim, most szóltak, hogy az utolsó szám következik, úgyhogy rocktól vele is a P-mobil! Kövér el is dobaszol, a hangerőt már nem bírom. Te ha már eljöttetek, egy kicsit még hírnözzel. Hajad levágják, megszízak a rockerek, akkor is ilyen leszek. Megyek az út másik felé, de mint ő a szívem helyen. És te jegyezd meg jól, rúgtunk el beszület szemén. Thank you.
segítek, hogy bemutassam itt a zenekart. Kezdődik itt a baloldalamról, Gáspár Iván a basszus gitároknál. Hátul a doboknál pedig Gáspár Adoszlára, fia! És természetesen itt a jobb oldalon, vagyis a bal oldalon, mit tudom én. Adrián! Fajn a új zongoristán! Keyboarder! Ott a bal oldalon, Kaszolasi, szólógitár! Itt a jobb oldalon pedig Kalsu Jussi, másik szólógitár! Jobban pedig Csoka Tamás vagyok, én voltam az énekes. Köszönjük szépen! Örülünk, hogy eljöttetek! És jó éjszakát kívánunk mindenkinek! Sör folyik a vér helyett, sárkány száll a domb felett, nem is lesz meg még lehet, én akkor is ilyen leszek. Megyek az út másik felé, kemény kő a szívem helyén, Bécs felé jegyezd meg jól, hogy rukkod elveszül a szemén. Köszönjük, hogy eljöttek is szerény jelenlétükkel támogatták ezt az estét. Köszönjük szépen! Sziasztok, viszontlátásra!